Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon, és ezúttal egy olyan témáról lesz szó, ami lehet, hogy úgy tűnik elsőre, hogy nem érint minket. Ez pedig Ugandában, illetve Afrikában egy érdekes helyzet látszik kialakulni, ami az LMBTQ csoportosulást illeti. Nem tudom, hogy ez a jövőre nézve a közeljövőre nézve a diplomáciai, politikai kapcsolatokat hogyan fogja befolyásolni, de kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit gondol, úgyhogy aki végnézi ezt, az hozzászólásban megírhatja, hogy mi az ő álláspontja, mi az, amit le tud szűrni ebből, hogy vajon hova tart a világ, és ahogyan alakulnak a frontvonalak jelenleg, Vajon mit jelent ez a szituáció, ha egyáltalán bármit is a jövőnkre nézvést? Mielőtt neki mennénk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Szembe találkoztam én mostanában számos ilyen videóval, ahol afrikai vezetők különösen ugandai vezetők konfliktusba kerülnek különböző újságírókkal, vagy akár politikusokkal, elsősorban az LMBTQ felé való viszonyulások miatt, másrészt pedig Oroszországgal való kapcsolatuk miatt. Megmutatok egy ilyen videót is, próbálom elmagyarázni, hogy mi is az, amiről szó van. Ugye ez most Dél-Afrika, és nem Uganda, de arról beszélnek, hogy Dél-Afrika szerződéses tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Egyébként ki van oda írva apró betűvel a videónak a tetején. Putin comes in August, as planned. És hogyha meglátogatja Dél-Afrikát Vladimir Putin augusztusban, ahogyan a tervek szólnak, akkor elméletileg le kellene őt tartóztatni. Your government will be obliged to arrest him. As head tehát köteles lenne elméletileg letartóztatni, ugyanis háborús bűnökkel vádolják, vagy valami ilyesmi. és ugye a kérdés az, hogy vajon, hogyha megérkezik oda Putyin, akkor letartóztatják-e, vagy le kellene-e tartóztatni? According to the ANC, we will president Putin to be here even tomorrow azt mondja, hogy akár azt szeretnénk, hogy akár holnap itt legyen Vladimir Putin. És hogy önök üdvözlik itt Vladimir Putint? Igen, természetesen. És ugye az, hogy a kérdés az, hogy azt az embert, aki háborús bűnök miatt vizsgálnak és a, azt mondja a dél-afrikai karakter, hogy Vladimir Putin az egy államfő. <coughs> azt of state can just gondolja, hogy egy államfő csak úgy le lehet tartóztatni bárhol? És a lényeg ez mennyi bűnt követett el az, ő a maga országa Irakban. Irak. How many crimes have everyone else who so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? És mennyi a, a, többi országból, akik most erről beszélnek, mennyi háborús bűnt követtek el ők Irakban és Afganisztánban? Have you arrested them? És le, letartóztatta őket? Letartóztatta? Tony Blair went to Iraq. And claimed that their weapons of mass destruction. És Tony Blair ugye elment Irakba, és azt állította, hogy ott tömegpusztító fegyverek vannak. Ugye ez legendások ezek a hazugságok mára, Erre már, nem is, nem is tényleg kimerni magam, csináltam erről számos videót. Hogy hogyan hazudott Tony Blair, George Bush, Al Gore, meg mindenki. More than a millions of people have died in több millió ember meghalt Irakban és Afganisztánban, no és nem voltak ott tömegpusztító fegyverek. És ez egy nagyon fontos gondolat, amit szerintem, még biztos vagyok benne, hogy Magyarországon sem ért rengeteg ember. Az pedig az, hogy ez az egész háborús díj, ez egy színjáték. Megmutathatom még egyszer Orbán Viktornak azt a klasszikus interjúját, és én nagyon szívesen megmutatom, de a tény az tény marad, hogy most már az embernek igencsak be kell dugnia a fejét a homokba ahhoz, hogy ne szerezzen tudomást arról, hogy csak mennyire az egész világ és a világpolitika különösen egy hatalmas színház és egy színjáték. Ez az a videó, amiről beszélek. Majd nem érezte éppen ezért úgy, hogy egy megrendezett jelenetben ül? Egy egyfolytában ezt érzem, az európai politika nagy része megrendezett jelenetekből áll, ebben nincs semmi rendkívüli, ettől még komolyan kell venni az ilyesmit. Hát mindenki, én jogász vagyok, tehát én onnan jövök, én azzal a tudással élek, amit a... Tessék, az európai politika nagy része az megrendezett. És elmondják ezt ez most már azt hiszem, hogy a Magyar Rádió jó reggelt, vagy nem is tudom, hol volt ez. Megrendezett a politika, mesterségesen emelik az árakat, Zelencki pedig egy színész, ő maga mondta ezt ebben a riportban. Mi a helyzet ezzel az interjúval? Ez ugyanúgy beleillik ebbe a propaganda halmazba, mint ahogy az összes többi nekem meggyőződésem, hogy száz százalékig mindenki, ez a riporter nyilvánvalóan egy szerepet alakít. De hogy az államfők, illetve ezek a vezetők, ők mennyire vannak benne, és mennyire meghatározott a szerepük, azt nem tudom. De gondoljon csak mindenki a magyarországi viszonyokra, és akkor próbáljon megítélni a szerint. Mindenki látja ezeket az embereket a tévében, és értékelni tudja, hogy az, amit mondanak az őszinte, ahogy viselkednek, az, az valós-e, valóság-hű-e, vagy sem. Én azonban arra gondolok, hogy egy bizonyos fokig mindegyiknek meg van kötve a keze, hiszen nem tudnak mást csinálni, mint menni az áramlattal, különben elvesztik a pozíciók. Most, hogyha visszatérünk erre az ugandás dologra, ez 444 is beszámol erről, hogy az ugandai elnök felszólította az afrikai vezetőket, hogy együtt mentsék meg a világot a homoszexualitástól. Ezt nagyon komolyan veszik Ugandában, még akkor is, ha esetleg nálunk ez annyira nem feltűnő, mármint ez az egész harc valamelyest konzervatívabb az ország, de ahhoz képest, ami ott van, én úgy hiszem, hogy mi liberálisak vagyunk. Uganda elnöke, ugyanis ez a Museveni büszkén jelentette be, hogy aláírja azt a törvényt, ami alapján akár halálbüntetés is ki lehet szabni, súlyos homoszexualitásért, valamint életfogytiglani börtönnel fenyeget azonos neműek közötti tevékenységek népszerűsítéséért, Finanszírozásáért és az arra való felhívásért. Ugye Ugandában nem játszanak, hanem ott már halálbüntetésről van szó, hogyha amennyiben valaki népszerűsíti ezt. Magyarországon is ez tilos. Na most azt akarom ebből összehozni, hogy, hogy látszik, hogy, hogy vannak erővonalak a világban, és törésvonalak, amik mentén felszakadoznak az országok. Ez szükségszerű ahhoz, hogy lehessen egy világméretű konfliktus. Hogy ezt készítik -e elő konkrétan Ugandában, valószínűleg köze van ennek is ahhoz, ami folyik, de amennyire én hallom ezeket, meg látom ezeket a videókat, illetve a riportokat olvasom, egyértelmű, hogy történik ez az elhatárolódás a nyugattól, különösen Afrikában ugyanis, Akár mennyire is furcsa, de Afrika az igen konzervatív, hanem az egyik legkonzervatívabb része az egész világnak, különösen, ami a gender mozgalmat illeti. Museveni vasárnap már arról beszélt, hogy a homoszexualitás nagy fenyegetést és veszélyt jelent az emberi faj szaporodására és a többi afrikai vezetőt is arra szólította fel: utasítsák el a homoszexualitást népszerűsítését. Afrikának kell élen járnia abban, hogy megmentse a világot ettől a degenerációtól és dekadenciától, ami tényleg nagyon veszélyes az emberiségre nézve. Ha ellenkező neműek nem értékelik egymást, akkor hogyan fog szaporodni az emberi faj? És ez a nagy kérdés. Ha valaki esetleg arra gondol, hogy én egyet értekezzen, én nem gondolom, hogy halálbüntetéssel kellene sújtani a homoszexualitást, az, az írások egyértelműek arra nézvést, hogy mi a teendő jelen állás szerint. Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtérjen. Ez csak egyszerűen a kormányzati struktúrából adódik, ahogyan az atya döntött, hogy a világot fogja vezetni. Rábízta az emberiségre azt, hogy kormányozzuk a világot, majd visszatér és rendet rak egy ponton. Azonban most itt van a lehetőség előttünk, hogy építsünk egy világot. Most látja mindenki, hogy mi az, amit kihoztunk belőle. De a lényeg az, hogy, hogy az írások bár a végén majd ő persze végrehajtja az ítéletet. Most azonban mindenkinek lehetőséget kell adnunk arra, hogy megváltoztassa a gondolkodás módját. És hogyha kivégezgetnénk mindenkit, aki bűnös, akkor hip-hop kiülne az egész világ. Úgyhogy ez nem a helyes eljárás. A másik oldalon viszont megértem azt, hogy egy állam szeretné védeni a többséget a kisebbségtől, mint ahogy ezúttal is ez van. Ha a többség egyetért abban, hogy ez egy degeneráció vagy deviancia, mint ahogy az, akkor a többségnek az akaratát kell érvényesíteni. Nyilván vannak határok, én értem, de ezért mondom, hogy azért megöldöstem az embereket nem feltétlen, illetve semmilyen körülmények között nem kellene ezért. Ugandában az azonos neműek közti kapcsolat már eddig is illegális volt. Az ugandai parlament két képviselő kivételével március 21-én fogadta el a törvényjavaslatot. Tovább szigorítani ezen a helyzeten. Március 21-én fogadta el kettő képviselő kivételével. Úgyhogy teljes az egyetértés Ugandában arra nézve hogy mi az, amit a nép szeretne. Ebben a videóban a Fehérház követeli Ugandától, hogy legalizálják az LMBTQ kapcsolatokat, és be akarom mutatni, hogy mi az, amit válaszolnak erre. Szóval az Egyesült Államok azzal fenyegeti Ugandát, hogy átnézi, illetve felülvizsgálja a két ország kapcsolatát, és az oka ennek az, hogy Uganda az LMBTQ csoporta idézőjelbe milyen módon bánik of its uh, of our relationship with Uganda in light of this decision. Wow. Kokoroch. So szóval ennek a döntésnek a fényében emiatt. Ugye itt pedig Uganda állam etikai minisztere az, aki nyilatkozik. Is the most limited in brain creature. Azt mondja, hogy a csótány az az élő lény, amelyiknek a legkorlátoltabb az agya. But never will you have hear or see a cockroach, eh? Ennek ellenére soha nem fogod azt látni, hogy egy, egy hím csótány az egy másik hímmel próbál párosodni. És mindenki vagy bárki, aki ellentmond ennek, azt meg kell vizsgálni, hogy nem őrült-e. Azért, mert ez egy valódi perverzió, mint ahogy az, én teljesen egyetértek ezzel, hogy az, nem azt mondom, hogy ezért hát az embereket ki kell végezni, én csak azt mondom, hogy ezt csak nem lehet másként látni, mint ahogy ő beszél róla, hogy ez egy perverzió, ez egy degenerált magatartás. Ettől függetlenül mindannyian azok voltunk egy ponton, meg valamelyest azok is maradtunk. De az embernek el kell hagynia a régi bűnös életét, meg kell térnie, ez vonatkozik rájuk, rám, mindenki másra. Úgyhogy én nem azt gondolom, hogy én jobb vagyok, én csak azt mondom, amit az írások állítanak erről a magatartásról. A lehetősége mindenkinek ott van, hogy megváltozzon. Ha nem, hát nem. A real diversion and a of... És ez egy, egy valódi eltávolodás. Sound judgment. És figyelmen kívül hagyása. A józan ítélő képességnek, és nem is lehetett volna jobban megfogalmazni a, a, annak ellenére, ugye, hogy nem beszél olyan nagyszerűen angolul ez a karakter. De itt van például egy újsághír, ami arról számol be, hogy az, az ugandai parlamenti képviselők újra felélesztik ezt a keménykezű politikát az LMBTQ csoporttal szemben, és a homoszexualitást, azt ők egyfajta ráknak nevezik. Tudom, hogy ez durván fog hangzani, de én teljes mértékben egyetértek ezzel. Ugyanúgy, ahogy a feminizmus szintén egyfajta rák, vagy a liberális eszmék, egy betegség, ugyanúgy az LMBTQ, vagy ez a gender mozgalom is egy ideológiai parazita, ahogyan azt láthattátok már azok, akik követik a weboldalunkat a korábbi videóban nem is olyan rég a különös dolgok ideológiai parazitákban. Ez megtámadja az emberiséget, ugyanúgy, mint egy fizikális betegség, csak ez egy mentális probléma, illetve persze spirituális, mert ez kapcsolatban áll a spirituálissal. Tehát ezek elszaporodnak és terjed emberről emberre, amihez nagyban hozzájárul a technológia fejlettsége az, hogy ilyen könnyű ezeket az ideológiákat eljutatni egyik helyről a másikra. Úgyhogy abszolút igaza van abban, hogy ez egy deviáns viselkedés, meg ez hasonlatos a rákhoz, csak persze nem fizikális síkon, hanem sokkal inkább az elmét támadja meg. Ez itt háttér.hu, Uganda állami szintű homofóbia. Ez mondjuk 2007-es az a cikk, de már akkor is ez volt, most meg már eltelt a 16 év, és újra előkerült ez a dolog. Karol írnak, hogy állami szintű homofóbiával vádolja a Human Rights Watch nevű nemzetközi emberjogi szervezet a Fekete-Afrikai Ugandát, melynek elnökét a gyarmati korból fennmaradt homoszexuális ellenes törvények eltörlésére szólították fel. Az érdekes az, hogy mi, milyen jogon is gondolja egy ország, hogy Felszólít egy másikat arra, hogy változtassa meg a politikáját ebben vagy abban, vagy ahogyan gondolkodik. És miért is lenne igazunk nekünk itt úgymond, idézőjelbe véve a fejlett nyugati országoknak? Miért mi kidönti azt el, hogy ez az, ami helyes? És ezen lenne érdemes elgondolkozni mindenkinek. Ugye, ők itt úgy számolnak be erről az egészről, hogy 86 óta hatalmon levő Musseveni 86 óta most már 2023 van, ezt még mindig itt magyaráz kormánya önző politikai célból régóta szítja a homofóbiát és tagadja meg az alapvető jogokat az NMBTQ személyektől. Állami szintű homofóbia és a mesterségesen gerjesztett fanatizmus aláása a hív aids elleni erőfeszítéseket is figyelmezhet az emberi új szervezet. Amit érdemes megérteni mindenkinek és tanulhatunk ebből az az, hogy itt létezik egy homoszexualitás ellenes feleközött közös szivárvány koalíció, és mint egy száz aktivistája tüntetette a rögbi pályán a melegek ellen. Ez keresztény muszlim és bahály tüntetők felszólították Aga khan a világ egyik leggazdagabb emberét, hogy zavarja el az újságától, a déli monitortól az amerikai újságíró nő gyakornok nőt, aki az ugandai homoszexuálisok helyzetével foglalkozott cikkeiben az újság megbízásába. Lehetséges, hogy úgy hangozhat, hogy ez ellentmond annak, amit eddig mondtam, hogy nem tudjuk megváltoztatni a világot tüntetésekkel, meg petíciókkal. Azonban a viselkedésével az ember képes ellenállni annak, ami gonosz. És én úgy hiszem, hogy ez az, amit látunk Uganda esetében. Uganda igyekszik legalábbis az emberek összefogni annak érdekében, hogy ne pusztítsa el, ez az ideológiai rákfene ezt az országot, az ő országokat, meg ugye egész Afrikára ez jellemző. Ugyanis, hogyha ha ez bejut az oktatásba, és összeteheti a kezét mindenki, hogy Magyarországon nem ilyen a helyzet, de aki nem ismeri a nemzetközi viszonyokat, úgy a nyugat európait mint az amerikai, annak fogalma sincs arról, hogy mekkora küzdelem ez ott a szülőknek, és egy olyan küzdelem, amit már lehetetlen megnyerni számukra, hogyha ez bekerül az iskolába, meg az oktatási intézményekbe ez a propaganda, onnantól kezdve vége, mert a generációk úgy fognak felnőni, hogy ezt, a, ezt az egész liberális gender ideológiát ők magukba szívják számukra, ez egy idő után természetes lesz. Az a rengeteg film, amit néznek, az a rengeteg zene, a hőseik, a példaképeik, ha egyáltalán lehet erről beszélni, azoknak egy jelentős része rendelkezik ezekkel a jellemvonásokkal, amiket az, aki a teremtő útját akarja járni, az nem engedhet be a saját jellemébe, vagy akár ugye a személyiségét nem alakíthatja ennek megfelelően. Függetlenül ettől nem azt mondom, hogy gyűlölni kell ezeket az embereket, vagy üldözni, vagy megölni stb. Példát mutathat mindenki a nagyszerű életvitelével, meg azzal, hogy, hogy megértő, segítőkész, és úgy áll hozzá, ahogyan azt elvárja az atya. De van egy vonal, amin az ember nem mehet és nem léphet át. Van értelme akkor a tüntetésnek, amit ők folytatnak? Nem hiszem. A világ úgy is menni fog tovább, úgy, ahogyan azok akarják, akik irányítják és uralják azt. Időt lehet nyerni? Valószínűleg lehet. Ami Fontosabb talán az az, hogy mindenki teszi a saját dolgát, de alaposan meg kell választani azokat az okokat, amiért az ember utcára megy, vagy petíciót ír, vagy tüntet, illetve harcol. Mert a, ezeknek a, a nagy része ezeknek a céloknak veszett Minden, amiről beszélek itt évek óta, az új világrend, az ellenség uralma, ez az egységes rendszer, ez, ez, elkerülhetetlen. Időt lehet vele nyerni? Nem is tudom, fogalmam sincs, hogy mennyi időt lehet nyerni ezzel. De ha ez megnyugtat valakit, hogy az utcára megy, próbálja meg. Én nem hiszem, hogy, hogy jelentős változást el lehet érni, hogyha a nagy képet nézzük. Lokálisan talán egy kicsi időt mindenki vásárol magának ezzel. De a végső, a végkifejletét a dolgoknak nem fogja tudni elkerülni senki és az pedig az, hogy egyfajta neoliberálisnak hívják ezt azt hiszem, de ugyanakkor mégis diktatórikus rendszer az, ami képülőben van a világon, és mindenki kénytelen lesz részt venni ebben, ahol ez az LMBTQ, ez mainstream lesz. Itt van még egy videó, ami szintén érdekes ez ügyben. Our country, we will have our morals. We a mi országunkban a mi morálunk lesz, és mintha valami ilyesmiről beszélt volna Orbán Viktor is. És meg fogjuk védeni a gyermekeinket. Law, és ezt a törvényt, ezt saját magunkért hozzuk meg. We are this law for our és a saját gyermekeinket, a mi gyermekeinkért hozzuk meg ezt a törvényt. We are és ezt a törvényt a gyermekeinknek a gyermekeiért hozzuk meg, illetve fogadjuk el. Ami nem is lehetne, így, így, kellene gondolkodni mindenkinek, hogy akarja azt a világot, ami most a nyugaton van, vagy ami kezd kialakulóban lenni itt, mert ha nem, akkor valahogy úgy kell befolyásolni a törvényhozást, hogy abba az irányba menjünk, amerre jelenleg az ország halad. Még akkor is, hogyha a fél világ nem ért ezzel egyet, mert a másik fele meg egyetért. És ez az ország ez ki fog tartani és szilárdan állni fog. Ez egyébként Uganda állam munkaügyi minisztere, aki besze. És én meg fogjuk erősíteni a rendvédelmi szervek dolgozóit. have no space in Uganda hogy biztosítsuk azt, hogy a, a homoszexuálisoknak és a homoszexualitásnak nincsen helye Ugandában. Ami elég szigorú. This house will not shy to restrict any right. És ez a ház, ugye beszélő most a parlamentről, nem fogja szégyelni bármiféle jogoknak a megszorítását, illetve megvonását to, ex to the extent of the house recognizing, that recognizes. Amennyire csak ugye a ház képes azt elismerni, protects and safeguards, hogy védje és óvja the sovereignty of this country, az országnak a szuverenitását. The morals of this country, the cultures, a morálját, vagy az erkölcsét az országnak, a kultúráját, And we'll always legislate for our people. És mi mindig a saját népünkért fogunk törvényeket hozni. Is what the have done today. És ez az, amit tett a többség ma. A 389 tagja ennek a parlamentnek. Néhány jelenetet még megmutatok ebből az MSNBC interjúba. Érdekes, amit kérdez a hölgy, meg aztán a válaszra figyelje mindenki, ami azt jelenti, hogy igenis az ember fel tud lépni ez ellen. Lehetséges azt mondani, hogy nem én nem értek egyet ezzel. És akár mekkora is a nyomás, én ki fogok tartani amellett, aminél azt gondolom, hogy helyes. Dislike homosexuals. Of course they are disgusting. Szóval ön

Mi az üzenete Obamának és a, az emberjogi szervezeteknek? És a válasza az, ami minden más ország vezetője válaszának kellene, hogy legyen? Lesbian, gay, bisexual and transgender people respect African societies and their values. Az pedig az, hogy tartsák tiszteletben az afrikai társadalmakat és azoknak az értékrendjét.

az önök életében és társadalmába. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. Ugye ez megint az, hogy ön személyesen nem kedveli ezeket, és most válasz az, mint az előbb volt, hogy természetesen ez undorító az a dolog. hogy milyen fajta emberek ezek? én nem is tudtam, hogy mi az, amit ezek az emberek csinálnak, csak mostanában. What they do is terrible. Mostanában szereztem tudomást erről, és amit csinálnak, az rettenetes. Mi meg ünnepeljük ezt Nyugat-Európában, sőt, tanítják a gyerekeknek óvodába, iskolába, kisiskolásoknak, az egész világ erről szól, a filmek, a zene, mindenhol ott van ez a propaganda. Szóval emberek így is. Undorító. De én hajlandó lettem volna arra, hogy elfogadjam, és mindezt elfelejtsem, amit most mondtam, amennyiben találunk valamiféle bizonyítékot arra, hogy ez így születnek. De most Nincsen semmilyen bizonyíték erre. Tessék. Na most ehhez képest hallgassa meg mindenki Barack obama aki 8 évig volt az Egyesült Államoknak az elnöke. If you look at the history of countries around the world, when you start treating people differently, not because of any harm they're doing anybody, but because they're different, that's the path Ugye azzal fenyegeti az embereket, hogyha másképp kezelünk egy csoportokat, csak azért, mert azok mások, úgy, hogy nem ártanak senkinek, akkor az a szabadságjognak az erodálásához fog vezetni, mint ahogy ahhoz is vezet, csak nem az övékéhez, hanem mindenki másé. Mindenki más szabadságjogainak a csökkenéséhez és eltűnéséhez, hisz kénytelen most már a többség alkalmazkodni a, ehhez a degenerált kisebbséghez. Ki az, aki mondja ezt akkor most? And when a government gets in the habit of people, treating people differently, those habits can spread. If somebody is a law-abiding citizen who is going about their business and working in a job and obeying the traffic signs and doing all the other things that good citizens are supposed to do and not harming anybody. the idea that they are going to be treated differently or abused because of who they love is wrong. Másrészt pedig az együttérzésre, az empátia az, amit szeretne az emberekből kihozni. Ugye ezek a szegények még csak nem is szerethetik egymást, mert az állam terrorizálja őket. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy változtassunk ezen, ugyanis ezek a gonosz afrikai vezetők terrorizálják ezt a kisebbséget. Ez ellenség, az a kígyó, aki így beszél. Az egyik oldalon ezt mondja, úgy tűnik, mintha jó lenne, mintha segíteni akarna. Az annak a csoportnak, de a másik oldalon gonoszságot szól. Nem tudok úgy egy, egy dolgot, ami az atya szerint, az írások szerint egyértelműen negatív, azért nem tudom én jóvá tenni, akárhogy is, mi, mennyire próbálok appellálni másnak az együttérzésére, vagy hogy én mennyire szeretem azokat, vagy akármi, Akkor segítek nekik, ha megmondom, hogy ez a viselkedés az aberráció. És ez elfogadhatatlan, és ebből ugyanúgy meg kell térni, mint ahogy nekem meg kellett számos dologból, meg meg is kell majd még a jövőben. Full stop. Just like President Obama, I think we also need to be able to speak frankly about some of these things. And és ahogyan Obama az előbb, úgy gondolom, hogy nekünk is most már őszintén kell beszélnünk bizonyos dolgokról. The fact of the matter is that Kenya and the United States we share so many values és rengeteg értéket közösen osztunk meg, amiben egyetértünk. A demokrácia szeretete, vállalkozó szellem, családi érték. De vannak dolgok, amiben nem értünk egyet. amit a társadalmaink nem fogadnak be itt. És nagyon nehéz az emberekre ráröltetni azt, amit ők nem fogadnak el. És hogyha így, akkor a társadalmak nem fogadják el, meg kell érteni a politikusokat is Ugandában. Uganda egy 30 milliós ország. De Afrikában általában az országok nagy népességgel rendelkeznek. Nem lehet csak úgy egyik napról a másikra bejelentem, hogy mostantól az iskolában mindenhol ezt a, ezt a bizarr ideológiát fogják tanítani. Ott az több millió ember hogy ha, azok nem értenek egyet vele, akkor ki fogják fejezni azt, hogy ők nem értenek egyet azzal. This is why I repeatedly say that for Kenyans today, the issue of gay rights is really a non-issue. We want... Számunkra a melegek kérdése nem is kérdés jelenleg a társadalomban, mert ez nekünk nem probléma. I want to focus on other areas that are day-to-day -day living for our people. És ez Kenya, figyelj, mindenki, hogy már Dél-Afrika volt az előbb, Kenya, Uganda, ezek az országok, van egy közös értékrend Afrikában, amit nem tudott megfertőzni ez a nyugati ideológia. Mi azt gondoljuk, hogy mindenhol az van, ami nyugat európában Nem, egyelőre nem, hogyha úgy lenne, hogy azok, akik uralják, irányítják a világot, akkor persze mindenhol az lenne, de egyelőre nem az van. És a mindennapi megélhetés, ahogy ő fogalmaz, vagy akár az egészségügyi kérdések. A nők, nők helyzet a társadalomban, hogyha őket bemenjük a társadalomban, az sokkal nagyobb részét képezi az erőfeszítéseknek. Azért, hogy be, belevegyék őket is a gazdasági fejlődés fő áramlatába. Az infrastruktúra, az oktatás fejlesztése. Az utak, az, hogy az embereknek adjanak ösztönzést, meg erőt arra, hogy, hogy dolgozzanak, és megvalósítsák a potenciájukat. Ez a fontos számunkra. Hogyha ha talán majd, ha ezeket legyőztük, mint ahogy azok az országok, mint az Amerikai Egyesült Államok, akkor majd kereshetünk magunknak újakat. Azonban a jelen helyzetben ez a probléma, amiről most ön beszélt, ez egyáltalán nincs előtérben a kenyai polgárok számára. Ezt szerettem volna bemutatni ez alkalommal, és megköszönöm mindenkinek a figyelmet, illetve még egyszer arra kérek mindenkit, hogy Írjátok meg hozzászólásban, hogy mi az elképzelésetek erről, mi a véleményetek, mi az oka annak, hogy úgy tűnik, hogy az afrikai kontinens országai azok más utat választanak, mint a fejlett nyugat-európai ország. Vajon mi lesz ennek a hosszú távú következménye a nemzetközi diplomáciában, illetve az utolsó időkben? Én érdekesnek találom mindenképpen. A másik, amit szeretnék, az pedig az, hogy az üzenete ennek számomra az volt, hogy igenis ki kell az embernek tartania amellett, amiről hiszi, hogy helyes, különösen akkor, hogyha az, az írások alátámasztják, a bibliai írások. Úgy értem, az a feladatunk itt a világban, hogy képviseljük a mi valódi Atyánkat, és azt nem tudjuk képviselni úgy, Ahogyan mi azt gondoljuk. Csak úgy, ahogyan ő azt elképzelte. Ez az, amire nekünk fókuszálnunk kell. És ki kell tartanunk, és cselekednünk kell azt, ami helyes. Akkor is, hogyha az szembefordít minket bizonyos csoportokkal, vagy akár a többséggel is. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a többség, ha ő velünk van. Úgy sem ternek semmi. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Hamarosan újra jelentkezem. Ez volt a különös dolgok itt, az infobubble.hu weboldalon. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!